Jó, szia! Üdvözöllek a csatornámon! Dikó vagyok, személyi és fitness edző, gerinc, illetve sportrehabilitációs tréner. Itt a január, az új év, új lendület, új motiváció, én pedig ezzel a videóval szeretnék neked segíteni abban, hogy a konditermi gépek használatáról, illetve előnyeiről kapj egy kis betekintést, illetve hasznos információkat. Amennyiben szükségét érzed, mindenképp konzultálj orvosoddal, illetve hogyha a teremben bármilyen kérdésed vagy kételyed adódna, mindenképpen kér személyedzőtől segítséget. A csatornámon találsz különböző bemelegítő, illetve levezető videókat, azokat is mindenképpen ajánlom bármelyik konditermi gép használata előtt. Ebben a videóban a kardiogépeket fogom neked bemutatni, azon belül is az ellipszis trénert, a futópadot, a szobabiciklit, illetve az evezőpadot. Mindegyik gépről elmondom, hogy mire jó, mik az előnyei, illetve azoknak a használatát. Mielőtt még belekezdenék, ne felejts el feliratkozni a csatornámra, hogy ne maradj le a folytatásról és a további konditermi gépekről. Jó szórakozást, jó edzést! Ellipszis gép vagy cross trainer? Az én egyik kedvenc kondigépem. Szimulálja a futás vagy a gyaloglás mozdulatait anélkül, hogy az ízületeket terhelni, így jó választás lehet azoknak, akik sérülésből épülnek fel, ízületi problémákkal vagy túlsúllyal küzdenek. Egyes gépek pulzusmérőkkel, állítható ellenállással, előre beállított edzésprogramokkal rendelkeznek, hogy az edzést még érdekesebbé tegyék. Főbb előnyei: szív- és érrendszeri fitness. Alacsony intenzitású kardió edzés biztosít, amely növelheti a pulzusszámot és javíthatja a szív- és érrendszeri egészséget. Izomerő. A cross trainerek pedálos mozgása és ellenállási szintje megdolgoztatja a lábakat, a farizmokat és a törzset, a karokkal pedig a felsőtest izmait is megdolgoztatják használói. Fogyás. Több kalóriát égethetsz el ugyanannyi idő alatt az ellenállási szint vagy annak dőlésszögének növelésével, természetesen az egészséges táplálkozás betartásával, vagy az edzés időtartamának növelésével. Intervallum edzést is beiktathatsz, vagyis amikor az edzés közben a magas és alacsony intenzitású időszakokat váltogatod. Alacsony intenzitás. Kevésbé terhelik az ízületeket, mint a futás vagy más nagy intenzitású gyakorlatok. Kényelmes. A cross trainerek használata egyszerű és a legtöbb edzőteremben megtalálhatóak, vagy akár otthoni használatra is megvásárolhatók. Használata. A gép használata előtt melegíts be néhány percig. Lépj fel a gépre a monitorral szembe. Lábaddal nyomd előre felé a pedálokat, a karokat pedig told és húzd egyenletesen. Általában akkor kapcsol be a gép vagy a monitor, amikor elkezded a pedálozást. Kövess a kijelzőn megjelenő utasításokat egy előre beállított program kiválasztásához, vagy válaszd a kézi lehetőséget saját edzésprogramod beállításához. Növeld vagy csökkentsd az ellenállást a fel- és lenyilak megnyomásával. Mielőtt leszállsz a gépről, győződj meg arról, hogy teljesen leállt. Futópad. Futás. A futópad a fitness egyik legnépszerűbb edzőgépévé vált manapság. Minden edzőteremben megtalálható és számos jótékony hatással van egészségünkre. Figyelem! Használat előtt mindenképp konzultálj orvosoddal vagy egy edzővel, ha ízületi vagy súlybeli problémákkal küzdesz. Főbb előnyei: javítja a szív- és érrendszeri egészséget. A futás egy aerob vagy kardió gyakorlat, amely minimálisan csökkentheti a szívbetegségek kockázatát, erősítheti a szívizmokat, csökkenti a vérnyomást és lehetővé teszi a szív számára, hogy hatékonyabban pumpálja a vért. A szív- és érrendszeri gyakorlatok szabályozzák a vérkoleszterin szintjét, megakadályozva az artériák elzáródását. Fogyás. Segít a fogyásban, valamint a gyors és hatékony zsírégetésben. A futópadon történő futás könnyebb a térnek és más ízületeknek, mint a szabadtéri futás. A kalóriák még gyorsabb égetéséhez csak tovább és vagy gyorsabban kell futni. Erősíti az izmokat. Ideális az izmok erősítésére, beleértve a farizmokat, a combokat és a vádlit, de a lábizmokon kívül az ágyéki és a hasizmok is aktiválódnak. Mentális egészség. A mozgás beindítja az endorfinok, boldogsághormonok felszabadulását, amelyeket az idegrendszer bocsájt ki. Ennek eredményeként javul a hangulatunk, miközben csökkennek a stressz, a depresszió és a szorongás jelei. Javítja az agy egészségét és a memóriát. Serkenti a hormonok termelését, amelyek serkentik az agysejtek növekedését. A mozgás elősegíti a hipokampusz növekedését, ez az agyrész kezeli a memóriával és a tanulással kapcsolatos összes tevékenységet. Segít a vércukorszint szabályozásában. Ha több mint 20 percet edzel egy edzőgépen, akkor a myglikogén szabadít fel. Az izmok ezt a glükózt használják fel energia előállítására, ami csökkenti a vércukorszint általános szintjét a szervezetben. Javítja az alvás minőségét. Ennek az az oka, hogy a szív- és érrendszeri tevékenységek fokozzák a melatonin, vagyis az alváshormon felszabadulását. Használata. Futás előtt 5-10 percig melegíts be az ízületeit és izmai gyaloglással. Lépj fel a futópadra. Ha nem vagy biztos a használatában, kérj útmutatást és használd a biztosító klipszet.
Kezdj el sétálni, majd fokozatosan növeld a sebességet, egészen könnyű kocogásig. 5 perc elteltével növeld kissé a sebességet, amíg sprint lesz, majd fokozatosan lassíts 5 perces időközönként. Változtasd meg a sebességet és a távolságot a heti edzésnapokon. Az edzési rutin megváltoztatása segít fenntartani az érdeklődést és elkerülni, hogy bizonyos izomcsoportok károsodjanak. Kerüld a kapaszkodók megfogását. A kapaszkodás a testtömeg egy részét leveszi a lábak és a törzs izmairól, így kevesebb kalóriát égetsz el és kevésbé intenzív edzést biztosít. Ha szünetet kell tartanod, állítsd le a gépet, vagy lépj le egy percre onnan. Győződj meg arról, hogy a gép lassú ütemben van, vagy teljesen leállítottad, mielőtt leszállnál róla. Futópad, sétálás. A futópadon való sétálás javítja a szív- és érrendszeri egészséget, fokozza a kalóriaégetést és a láberejét. Ezen kívül kényelmesebb, mint a szabadban sétálni, és kevésbé terheli az ízületeket. Választhatsz az állandó ütemű, magas-alacsony dőlésszögű variációk, hitedzés és a hátrafelé sétában történő intervallumedzés között. Figyelj a jó járás formára, ezután növelheted az edzés sebességét és dőlésszögét. Főbb előnyei. Súlykontroll. Hosszabb távon segít a fogyásban és a súlyvesztésben. Ízületbarát gyakorlat. A futópadon járás alacsony intenzitású. Ez azt jelenti, hogy sokkal kevésbé terheli az ízületeket, a csípőt és a térdet, mint a futás vagy az ugrálás. Csontok egészsége és erőssége. Kisebb lesz a csontritkulás kockázata, és különösen hasznos az idősebb korosztály számára. Mentális és érzelmi egészség. Csökkenti a stresszt és javítja a közérzetet. Fokozza a hangulatot és a kreativitást. Akár 10 perc séta is könnyedén feldob. Egy stanfordi kutatás kimutatta, hogy a séta akár 60%-kal is növelheti a kreativitást és annak teljesítményét, mint az ülés. Hosszú távú egészségügyi előnyök. Segít javítani a szív- és érrendszeri egészséget, kevésbé leszel kitéve a krónikus betegségeknek, és az életmódod is összességében egészségesebb lesz. Használata. Lépj fel a futópadra. Ha nem vagy biztos a használatában, kérj útmutatást és használd a biztosító klipszet. Minden edzés kezd alacsony sebességgel és dőlésszöggel legalább 2 percig. Kezdj el sétálni, majd fokozatosan növeld a sebességet és a hegymenetet, annyira, hogy jól tudd azt kezelni. Kerüld a kapaszkodók megfogását séta közben. A kapaszkodás a testtömeg egy részét leveszi a lábak és a törzs izmairól, így kevesebb kalóriát égetsz el és kevésbé intenzív edzés biztosít. Ha szünetet kell tartanod, állítsd le a gépet vagy lépj le egy percre. Győződj meg arról, hogy a gép lassú ütemben van, vagy teljesen leállítottad, mielőtt leszállnál róla. Futópad, power cardio. A power cardio űzése egyszerre lett szórakoztató és kihívást jelentő. Ha unod a hétköznapi futás vagy sétált a futópadon, próbáld ki ezt is, nem fogod megbánni. Használhatsz súlyzókat, boka vagy csuklósúlyokat, súlymellényt vagy akár medicinlabdát, és végezhetsz néhány kört séta közben. Főbb előnyei. Maximalizálod az idődet. Nem kell külön napokon kardiozod és erősítened, itt ezt egy napon megteheted. Ötvözi a teljes testes kardiót és az erősítő edzést. Nagyszerű módja annak, hogy izomépítő gyakorlatokat építsünk bele egy kardioedzésbe. Egyszerre több izomcsoportot aktivál. Ellentétben a futópadon való futással vagy a tükör előtt végzett felsőtest gyakorlatokkal itt minden izmot igénybe veszel egyszerre. Segít a fogyásban. A súlyzós edzés lehetővé teszi, hogy kalóriákat égess el órákkal és esetleg még napokkal az edzés után is. Több izomzatot tudsz nyerni vele, mint a futással vagy sétálással. Használata. Alapvetően két opciód van. Vagy súlyzózol a futópadon séta közben, avagy sétálsz vagy futsz, majd leszállsz a gépről és a súlyzókat használod a felsőtestes gyakorlatokhoz, ezután visszatérsz a futópadra. Helyezd a nem túl nehéz súlyzókat a futópad mellé és melegíts be. Kezdj el sétálni, majd fokozatosan növeld a sebességet, amíg az kényelmes marad, semmiképpen sem gyorsra. Váltogass több felsőtest súlyzós gyakorlatok között, fejfölé nyomás, triceps nyújtás, biceps hajlítás, stb. Tedd le a súlyzókat és győződj meg arról, hogy a gép lassú ütemben van, vagy teljesen leállítottad, mielőtt leszállnál róla. Kerékpározás. A szabad biciklizés hatékony és eredményes módja a kalóriák és testzsír elégetésének, miközben erősíti a szívet, a tüdőt és az izmokat. Más típusú kardiogépekhez képest a szabakerékpár kevésbé terheli az ízületeket, de így is kiváló aerob edzés biztosít. Főbb előnyei. Fokozza a kardio fitness-t. Erősíti a szívet, a tüdőket és az izmokat. Ezen kívül javítja a vér és oxigén áramlását a szervezetben. Segít a fogyásban. Az edzés intenzitásától és testsúlytól függően óránként több mint 600 kalóriát lehet elégetni vele, emellett hatékonyan csökkenti a koleszterin és triglicerid szintet. Alacsony intenzitású edzés.
Könnyed mozdulatokkal erősíti a csontokat és az ízületeket anélkül, hogy nagyban terhelni azokat. Erősíti az alsó testizmait. Különösen a vállit, a combhajlítókat és a combfeszítőket, ezen kívül megdolgoztatja a törzs, a hát és a farizmokat is. Lehetővé teszi az intervallum edzést. A szobabiciklik változatos ellenállási szintet tesznek lehetővé, így alacsony, közepes vagy magas intenzitással is használhatóak. Biztonságosabb, mint a közúti kerékpározás. Itt nem kell aggódni a forgalom, az útviszonyok vagy az időjárás miatt. Az év bármely szakaszában biztonságosan, kényelmes hőmérsékleten lehet bringázni. Használata. A gép használata előtt melegíts be néhány percig. Mielőtt elkezdenéd az edzést, állj a kerékpár mellé, és állítsd be az ülést úgy, hogy az csípő magasságban legyen. Ügyelj arra, hogy a padlóhoz közelebb eső lábad ne legyen kiakasztva, vagy túlságosan behajlítva. Találd meg a kényelmes nyújtott, illetve hajlítási szöget. Kezdj el pedálozni a monitor bekapcsolásához. Kövesd a kijelzőn megjelenő utasításokat egy előre beállított program kiválasztásához, vagy válaszd a kézi lehetőséget saját edzésprogramod beállításához. Evezőpad. Az abszolút személyes kedvencem, rendszeresen használom. Az evezőgép úgy működik, hogy utánozza az evezés mozgását, például a kenuzást, a kajakozást vagy éppen a tutajozást. Ez egy teljes testet átfogó edzés, így az összes fő izomcsoportot megcélozza, beleértve a karokat, a lábakat, a hátat és a törzset. Ez egy fantasztikus, alacsony terhelésű, nagy intenzitású kardioedzés, amely sok szempontból kihívás jelent a szívnek és az izmoknak. Főbb előnyei. Alacsony terhelésű gyakorlat. Az ízületek nem éreznek fájdalmat vagy terhelést az edzés során, ezért ez egy nagyszerű edzés az ízületi fájdalmakkal, például ízületi gyulladással küzdők számára. Segít a fogyás, erőnlét javításában, erő- és állóképesség építésében, szív- és érrendszer egészségének megőrzésében. Teljes testes edzés. Az evezés nem csak a felső testet vagy a karokat érinti. 25-35%-ban dolgozik a felső test és a törzs, a többi 65-75% pedig az alsó testé. Mindenkinek való. Az evezés nagyszerű gyakorlat lehet az izomépítéshez, valamint az izomtömeg, csontsűrűség megőrzéséhez. Segít javítani az általános testtartást. Erősíti a törzset és a test hátsó láncát, javítja a testtartást. Ezen kívül javítja az izmok rugalmasságát és formába hozza őket. Jó tesz a tüdőnek és a szívnek. Javítja a szív, az erek és a tüdő hatékonyságát. Stresszoldást biztosít, illetve kiválóan alkalmas kalóriaégetésre. Használata. A gép használata előtt melegíts be néhány percig. Válaszd ki az ellenállást a gép oldalán, majd állítsd be a lábpántokat úgy, hogy ez kényelmesen keresztezzék a lábfejed. Ezután kapcsold be a gépet a kijelzőn, a csak evezés kiválasztásával, vagy egyszerűen kezdj evezni. Ülj fel egyenes háttal, stabil törzsel, és told magad hátra az alsó testtel, enyhén hajtott érdekkel. Húzd meg a fogantyút közvetlenül a bordákhoz, és egyenesíts ki a lábad. Ezután csináld ezeket visszafelé, vagyis a térdek behajlítása és a karok visszaengedése a cél. Ismételd ezt meg, és kezdj el tempóban dolgozni. Köszönöm, hogy megnézted a videót, és hogy itt voltál velem, remélem hasznosnak találtad. Amennyiben igen, légy szíves, nyomd meg a like gombot, és írd le kommentben, milyen kérdések merültek még fel benned. Ne felejts el feliratkozni a csatornámra, illetve nyomd meg a kis csengőt, hogy értesítést kapj a következő videókról. Kövess be social media oldalaimon, Instagramon, Facebookon, illetve TikTokon is, ahol különböző fitness tartalmakat osztok meg napi szinten. Csekkold a többi videómat is a csatornámon, és találkozunk jövő héten! Szia!